Mintegy 8 milliós beruházással újult meg a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Békési Központjának az igazgatási egysége. A megyei önkormányzat intézményében többek között az akadálymentesítés, a vizes blokkok felújítása és egy vendégparkoló kialakítása is megtörtént. Az az épület egység, ahol most állunk, 1960-70-es években épült, és nagyon lelakottá vált már. Ezért időszerű volt a felújítást elkezdeni. A felújítás 2010. júliusába kezdődött. Úgy terveztük, hogy a felső vezetői irodákat leköltöztetjük a földszintre, ezáltal egy blokkot alakítunk ki a gazdasági irodával. A vezetői irodák leköltözésével együtt a tanügyi részleget is ketté vettük, ugyanis egy külön tanügyi részleget alakítottunk ki, és mellette pedig egy tárgyalót. A tárgyalóban új bútorokat vásároltunk, a bútorok, ez egész design egységes most már. Ebben a tárgyalóban fogadjuk az iskola partnereit, szülőket, gazdasági partnereket. Az intézményt fenntartó megyei önkormányzat az oktatást és a szakképzést nem csak Békésen, hanem minden telephelyén igyekszik prioritásként kezelni. A megyei önkormányzat egyik legfontosabb feladata a közoktatás, és ezen belül nyugodtan mondhatom most már, hogy Békés megyében a szakképzési területen az egyik legnagyobb és legtöbb diákot képző intézményeit tartja fenn a megyei önkormányzat. Ezért természetesen nagyon fontos számunkra az is, hogy megfelelő színvonalon tegyük ezt. Ahhoz, hogy ezt megfelelő színvonalon tudjuk tenni, ehhez megfelelő fejlesztéseket kell végrehajtani. Hiszen talán az egyik legfontosabb gondolat, hogyha az oktatást, mint kérdést napirendre vesszük, ez a terület az, hogyha megfelelően végezzük a dolgunkat, akkor leginkább tudjuk a jövőt építeni. Napjainkban nagyon sok hír, információ hangzik el azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet megújítani, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a szakképzést, hogyan lehet olyan gyakorlati tudást adni a szakképzésben részvevő diákok számára, ami alkalmas ahhoz, hogy alkalmas arra, hogy a munkaerőpiacon meg tudják állni a helyüket. Na, ahhoz, hogy ezt tudjuk teljesíteni, ahhoz kellenek a fejlesztések.